Nyolc, mindegy. Hello! Na, szép jó napot mindenkinek, ez itt a Mobileren a TV mai második adása. Hosszú idő után újra tévézni tudtak a Mobileren keresztül, ugye körülbelül fél óra telt el az előző adás óta, és most két új készüléket fogunk bemutatni, ami egy azon gyártótól származik, az Apple-től, ez még az 5S és az 5C. Hát nyilván sokan tudjátok, és ma olvashattunk róla, hogy hát attól függetlenül, hogy drága és annyira nem innovatív egyik készülék sem, pláne az 5C nem az, mégis 9 millió darabot eladott az Apple 3 nap alatt, ez az összes szám, tehát hogy mind a két eszköze értendő. Szóval valamit azért csak történt itt, hogy mi azt majd elmondjuk pontosan az adásban. Igen, na, a sztori háttere az, hogy most két újdonsággal állt elő az Apple, a Steve Jobs rányogók persze mondták is, hogy hát ez a szeretett és elhűnt vezér korábban nem történhetett volna meg, hogy egy cheap iPhone-t, egy 5C-t, ami nyilván nem azért C, mert hogy cheap, de lehetne azért de is. Akár lehetne azért is, piacra dobjon a gyártó. Aminek egyébként mi örültünk is volna, ha tényleg jön egy olcsó iPhone, hiszen nem rossz készülékekről beszélünk, azért ezt az eladások és a rajongás is bizonyítja, független attól, hogy maga a cég, illetve a kommunikációs mód nem biztos, hogy mindenkinek szimpatikus. De azért jó lett volna mondjuk egy 100 ezer körüli iPhone, ami mondjuk egy ilyen... Ami ilyen iPhone... áron debütált, tehát tényleg igen, igen. Nem arról van szó, egy 960-as is, kijelzővel... Akármi, tehát hogy igazából tényleg azt várta az ember, hogy jön majd egy új készülék, ami természetesen egy prémium kategóriás, magas árfekvésű eszköz lesz, és jön majd egy olyan telefon, ami igazából elérhető még a kisebb pénz, vagy szűke pénztárcával rendelkező. Hát, hogy a kelet-európaiaknak is, meg egyébként az, hogy ilyen rohadt sok iPhone ebben az országban, az valami botrány, tehát én nem értem, hogy mindenki éhen hal gyakorlatilag, sírnak is miatta, mert tényleg, hát szarul keresnek az emberek, de azért 14 éveseknél iPhone 5-öket látunk. Hát mostantól 5C-t fogunk most egyébként. Most már 5C-t, igen, mert színes, de mert trendi. Apu anyu nem fog jobban járni, mert pont annyiba fog kerülni ez, mint amennyibe az 5 került a maga bemutatása idejében, amiből le lehet vonni a következtetést, hogy ez még annál is drágább, úgyhogy hát ez az új iPhone portfólió, két rohadt drága készülék, gyakorlatilag ez 200 körül lesz kártya függetlenül, az 5-est meg mondjuk 240-250-re várjuk a alsó hangon, de most 330, ebben mondjuk persze az is benne van, hogy ezek még Németországból érkező példányok, és hát a kereskedők azért szeretnek annyi pénzt keresni rajta, de tegyük hozzá, hogy azért én sem aludnék olyan nagyon rosszul, hogyha speciál iPhone-okat adnék el, még a drágánál is drágábban azoknak, akik nem bírnak még várni mondjuk két hónapot, igen, és foglaljanak 100 ezer forintot, tehát szerintem... És ez számos, tehát most már egyre gyakrabban előáll ez a történet, tehát nem csak kereskedőknél, hanem már mindenki ebben utazik komolyan. Írunk róla, tök jó, de igazából ezt árulni kéne ezeket a dolgokat. Na mindegy, szaladjunk végig gyorsan, hogy melyik. Mit tud az iPhone 5C, az egy színes, és hát műanyagnak mondod, de igazából polikarbonátból készült. Egyik zsebemben egy... iPhone 5C. Természetesen ez is egy műanyag, de azért... Más zsebemben 5S. Ez nem az a rossz fajta kopogós műanyag nyilván, amivel találkozhatunk. Ebben az anyagban mondjuk főleg a Nokia Lumia készülékek készültek korábban. Ez ugye egy anyagában festett plasztik, jó minőségű plasztik és jó felületkezelése is van, legalábbis a rapabíróság szempontjából, persze a használhatóság már egy másik kérdés. Egyébként most muszáj itt megakasztanom téged, mert éppen a hétvégén néztem egy videót arról, hogy a drop test, ugye amikor elejtjük a készülékeket, az mégis miként működik az új iPhone-oknál, és érdekes módon az 5C az kevésbé bírta a strapát, de nem a hátlappal volt ott sem a gond, hanem az előlap valahogy könnyebben megtört. Mondjuk én ennek annyira nem tudok hinni, mert körülbelül egyszer lejtik így is, így is, így is, tehát elő-hátlap és oldalról, és ez egy olyan dolog, hogy egy üvegpoharat is eldobhatunk egy méterről is, lehet, hogy nem törik el, ha meg eldől, akkor pedig szétrepel. Múltkor az előbb kiemelni egy 0,33-as Teodórás üveget helyettem le az egy méteres asztalról, és olyan szinten rommá tört, hogy egy szegény embernek a nyakába ment az egész víz, az egy három napja volt, nem győztem ott elbújni. Boldog volt biztos. Máskor viszont ezek az a vastag zöld üvegek, ejtettem már el máskor is, nem tudom miért, barátnőm ezt szereti, mert egy jó szénsavas, de egyébként roppant idétlen üvegekről beszélni. Tradicionális, régen is így nézett. Hazavinni meg, mindegy, mondjuk nem én hozom legalább haza, de mindegy. Na, visszatérve, szóval az 5C az egy polikarbonát iPhone 5 gyakorlatilag. Tehát semmi másban nem különbözik, tehát tényleg belső terén, tudás terén, képernyő felvontás, előlap, minden ugyanaz körülbelül. Én ezt eleve elmondom, én szeretem tényleg az iPhone-okat, de szerintem az 5C az Apple-nek
a szégyen foltja az én szememben. Én azért jelentem ezt ki, mert egyszerűen azért, hogy oké, hogy színes, de nem tudom, hogy miért mondjuk egy olcsónak nevezett, de nem olcsó készüléknél lehet az bevezetni, hogy színes legyen. Tehát én szerintem a mai trend az nem azt mutatja, hogy már csak az egy ilyen alsó kategóriás, vagy bármi hasonló készüléknél láthattunk színeket. Más. Üzletemben nem fog kék telefont venni. Nyilván, attól jó, bevezették a pezsgő szint a másiknál, vagy ez az aranyszint, de én azt mondom egyébként, hogy ez egy... Én elfogadnám ezt a készüléket, ha tényleg nem az lenne, hogy egy iPhone 5 lenne rosszabb anyag. Nem, ha egy iPhone 5 lenne annyival olcsóbban, amennyivel egy év alatt olcsóbbnak kell lennie egy iPhone 5-nek. Pontosan. Ha mondjuk 160-on indulnak, most azt mondják, hogy hát ez is rohadt drága, meg 160 ezer forintot sok ember egy hónap alatt nem keres meg, de olcsóbb. Mutatja, látjuk, hogy mi a cél ezzel az iPhone. Jó, persze az is benne van, hogy az iPhone 5 még mindig egy olyan jó készülék, hogy azért nehéz hova fejleszteni. Ebben az 5S-ben próbálták megtenni azt, amit hát a témában meg lehet, viszont itt meg a külső nem nagyon változott, három dologra lehetünk figyelmesek, az egyik, hogy alul a home gomb az teljesen más karakterisztikájú, lévén ebben van egy új lenyomatolvasó is, a másik a kamera, a már dupla ledes villanós. Erről majd fogunk egyébként bővebben beszélni. A harmadik pedig az, hogy kicsit világosabb szürke a hátlap, ami most meg az oldalkeret is egyébként. Illetve az oldalkeret is, tehát azért látszik, hogy valakinek 5 vagy 5S van a kezében. Ezek tehát az újítások, illetve hát itt a hardware-t is fejlesztették. Szerintem kezdjük az 5C-vel, amit egyrészt ma kaptunk az XXLGSM-től, tehát nem nagyon használtuk még, de hát nagyon sokat nem is kell. Én egyébként most annyit vetnék föl inkább, hogy lehet, hogy az 5S-sel kellene kezdeni, mert az 5C-be körülbelül semmi se változott. Pont ezért lezavarjuk két perccel. Legyen, akkor váltunk kamerát, és mutatjuk először a dobozt, ami már mutatja azt. Majd itt figyeld, légy szíves a fókuszt, hogy itt jó legyen. Mindig kell a fókusz, figyelem. Oké. Szóval itt nagyon jól látszódik, hogy ez egy kicsikét olcsóbb fajta. Hát ez az iPod doboz, tehát ez az iPodnak a csomagolási módja. Itt van fölül a készülék egyébként. És hát ugye az iPod színeivel is találkozhatunk itt. Hello-val köszönt minket. Mert hát tegeződünk. Mert most már. Van. És ami tök frankú, ugye, hogy a AirPodhoz adnak egy ilyen kis szállítóest lehetővé tevő tartót. Igen, az iPhone 5-nél is volt. Persze, de ez egy tök díjazandó dolog, befér a dobozba. És egyébként nyilván 3 forintból fröccsöntik. Szóval hát meg ami poén, ezt nem tudom, tudod-e, vagy tudjátok-e, hogy ugye ez a benne lévő műanyagot, hogyha vízbe tesszük és elkezdjük kavargatni, akkor ez feloldódik. Ez egy olyan anyag, most nem tudom, hogy a pontos nevét, de ugye amiben fekszik ez a kis earpod, ez egy olyan környezetvédelmi szempontból előnyös megoldás, hogy igazából tényleg vízbe kell tenni, kicsikét kavargatjuk így kanállal, és feloldódik. Jó, de csak a belső, tehát persze, ha elsőben előveszem, akkor itt nem olvad nem az earpod és nem a doboz, hanem csak ez a kis belső gumi rész, de vicces és igazából említése méltó. Igen. Van egy töltő, nyilván az Angliából származik még ez a telefon, illetve a szokásos Lightning csatlakozó, most én azt nem fogom onnan kibányászni. Ami még mindig USB 2.0-as elvileg, de az 5S-nél már van rá elméleti első, mert pletykálták, hogy 3.0-as sebességet fog tudni, de nem vagyunk benne biztosak, hogy tudja. Na és hát nézzük a kijelzőt. Még gyorsan, akkor ugye polikarbonát több színben elérhető, tehát sárga, piros. Nem haszod ide az izét, ugye a anyag. Nem, de majd azt addig Csabi ide hozza, addig én elmesélem. És nem hozta ide, mert te ülsz kint, nem tudok tőle. Jó, akkor, tehát itt fényes, lakkozott, és nem is ez a probléma vele, hogy itt van a 8 megapixeles hátlap és a sima egy ledes villanó, ugye iPhone felirat, illetve a szokásos certifikációk, hogy ez bizony kiadható, ez a telefon Apple logó. Alul ez szerintem bűnronda, ez a megoldás, ugye van egy hangszórunk, egy 3,5 mm-es jackhajzatunk, illetve egy Lightning csatlakozó. Most rossz volt a fókusz. Ami egyébként igazán gáz, az a... nem fókuszál kezemre se, mindegy, akkor ne tartsd így. Ami igazán borzalmas volt, az a bumper hozzá. Hát az meg a rögéstől. Meg ez itt éles, tehát hogy ebbe beleakad az ujjunk és... Amin? És hát, vág. Zsolt, azért egy picit túlzásbe esel most. Hát. Jó, annyira most... akad bele az ujjad, mint amennyire embertőlnek fogpiszkálóval, tehát hogy nyilván... Nem a leges legjobb, de azért nem is necces. És hát több színben elérhető, mindenféle funky színek vannak, és vegyük észre a kijelzőnél a különbséget a két telefon között, ami egyébként nem olyan rettenetesen nagy, de bizony... Kamerán nem biztos, hogy át fog jönni. Nem, abszolút nem jön át a kamerán, kicsit próbálom árnyékolni.
Várjál, sokat, ha már itt nagyon rossz a fókusz viszont ma, nem tudom, hogy... Próbálj meg manuálisan beállítani. Jó, nem tudom, hogy kell, de megpróbálom. A további, és akkor itt autofókusz kapcsolat ki. Na, most jó lett szerintem. Na és ezt figyeljétek, ez itt a vicces, mi a kijelzőre visszatérünk. Ugye? Tehát, hogy... Olyan színűen csúszik ez a telefon, hogy én ilyet még nem láttam. Én féltem, komolyan mondom. Most mellé rakjuk a simát, csak hogy izé, mert simát az 5-est. Ugye a hangra is már kijön szerintem a különbség, még egyszer, tehát ide rakom. És hogy bukdácsol meg minden. Ez? Ez kijel fókuszálom, figyelj, meddig megy el? Ez a gombhoz képest semmi. Tartsd egyenesen, hogy nehogy szóljél itt. Ez az 5C. Hopp. Ez most gyenge volt. De azért érezzük, elindítani őket egyszerre. Iszonyat. Szerintem én sem láttok sok videóban egyébként, hogy iPhone 5S és 5C csúszás verseny. De első valamit is szerződésen csúsztál? Persze, igen. Konkrétan egy izé? Egy munkaszerződésen, igen. Jó, király. Na most milyen a fókusz? Fókusz? Hogy állunk? Nem rossz, de tök ferde a kamera viszont. Az lehet, hogy nem előnyös. Na, szóval, lényeg nem látszik annyira a kamerán, kicsit elbohózkodtuk mindig, de igazából tényleg van, tehát jobb a fényereje is, én úgy vettem észre az 5S-nek, illetve mintha, tehát ez most nagyon... Betekintési szögre is, minden, hogy egy kicsit jobb az 5S, de ez csak egymás mellé téve látszik, piszok jó igazából az 5C-nek is a kijelzője, ugyanolyan a 4 hüvelykes méretről és az 1136x640-es kijelzőről beszélünk, 326-os pixel sűrűség, IPS panel, de az 5S az egy picit tényleg szebb is, ez egy olyan különbség, aminek nyilván itt kell lennie egy chip, és most idézőjelet rajzoltam a kezemben a levegőbe iPhone és a fullos iPhone között, és igazából sebességben nincs probléma, itt egy A6-os processzorral van dolgunk, ami Geekbench-ben az itt a tesztprogram 7-10-et nyom single-core-ban és 1268-at multi-core-ban. Amihez most rögtön azért hozzárakom, hogy mennyit fejlődött a két processzor. Igen, tehát itt nem kammantottak az Apple-nél kivételesen. Itt a dupla sebesség az tényleg megvan gyakorlatilag az új hardware-rel. Egyébként itt láthatunk mindent, itt 1,25 GHz-en fut, ott már 1,3 GHz-en, szóval azért ez az icipici különbséget ad maga a... De ez már RMV 8-as architektúra, ez még RMV 7-es. Igen, és hát azért elég komoly különbség az, hogy duplájára nőtt az L1 gyorsítótár mérete 32-64-re, és itt kilobájtról beszélünk, a RAM viszont mindkét modellnél 1 gigabájtos. Valószínűleg egyébként a következő iPhone-nál már egy duplájtó. És konkrétan összehasonlítunk mindenféle sebességbeli dolgokat, azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, és én nem tudok még egy nagyont hozzátenni, az OS titkosítás számolásnál elképesztő különbség van, tehát 62 pont a 969 ellen, de ha mondjuk megnézzük a TwoFish nevű tesztprogramot, ott már azért nincsen nagyon markáns különbség, illetve ha mondjuk egy zip tömörítést nézünk, azért ott sem olyan jelentős, az alteszt az nagyon megdobja az iPhone 5S-nek az eredményét, de ami B-Zip Compress Single Core 800 vs 1100, az is az egy masszív különbség, de nem dupla, a JPEG még ugye egy érdekes kérdés, JPEG Compress egymaggal 768, itt meg 1002, szóval azért sokkal erősebb ez a hardware, és a grafikus chip is erősebb az 5S-ben, hiszen itt még egy régi PowerVR-rel van dolgunk ott, mert már 6-os szériással az 5S-nél, és szerintem az 5C-t azt most alébb is rakhatjuk, mert nagyon nem tudunk róla mit elmondani, nem, kamerában azt nyújtja, amit az iPhone 5. Igazából a lényeg az, hogy az új lenyomató olvasón kívül igazából mindent megkap ez a telefon is, mint hogy az iPhone 5 is. Funkciókban persze. Tehát igen, funkciókat nézve, tehát az iOS 7-et inkább a másik készüléken fogjuk bemutatni, de még elő szeretném majd ezt venni egy-kettőször, mert mind a kettő telefon az én accountomhoz van hozzárendelve, és ugyanazok a programok vannak rajta, tehát egy sebességtesztet nagyon könnyen meg fogunk mutatni. Jó, most ha már sebességnél tartunk, akkor nyugodtan. Tehát akkor kilövök mindent, ugye rögtön is mondom, hogy az iOS 7-nek az egyik újdonsága ez a új multitasking felület. Amit kicsit a PAM-tól merítettek, de ez nem gond, hiszen jót másolni. Én úgy gondolom, hogy az iparágnak hasznos, nem pedig bűn. Ami nekem hiányzik az, hogy nem lehet egy gombnyomással kilőni minden háttér processz, de így is
klasszisokkal jobb ez az egész, mint amilyen volt. No, akkor indítsunk el egy kamerát. Ugye most igazából egy iPhone 5 és egy 5S közötti tesztet mutatunk, tehát ne zavarjon meg senkit. Semmit nem fogunk látni, mert magán a kamerán fekszenek. De nem baj, a fókusz eleve mutatta, szóval azért látszik valamelyest. Ugye itt van az óra kis ikon, ez is az iOS 7-nek az újdonsága. Ugye most már nem csak egy bizonyos időt mutat, hanem a valós időt. Élőben ez a kis ikon. Jó, most nem egy olyan nagy történet, de... Ez hasznos, meg okos igazából. De akkor is. Ja, egyébként az a vicces, hogy ez 3G-n van, de... Indexet elindíthatunk. Hát indításban ugyanaz volt, innentől kezdve ez 3G-n van, ez meg Wi-Fi-n, szóval... És a Wi-Fi most iszonyú retek nálunk itt a szergben, nem tudom miért. Szóval valami játékunk nincs? De. Hát csak... Kilőttünk mindent. És akkor mondjuk nézzük meg a... Na, és hol a rémenem? Itt van. Mindjárt a... Nem? Nem, mert közben erről letöröltem. Úgy tűnik, hogy letöröltem a teljeset. Jó van, mindegy, ez is tökéletesen fogja mutatni. Ez egy ilyen tévé. Is ez az 5S, ez az 5C. Eddig az elég egyszerre van a két dolog. Na és itt már egy icipicike kis különbséget láthatunk. Mit kellett nyomni? Tehát igazából itt még markáns különbség nincs, de igazából ez az RMV8 architektúra, és nem szeretnénk nagyon belemenni itt a hardveres dolgokba, holnap után kimegy majd az 5S-ről a cikk, illetve az iOS 7-ről egy rendszerbemutató, ott marha részletesen olyan hosszan írom csak a hardveres részeket, hogy másról egy külön cikknek is elmenne. Vannak lehetőségek ebben az architektúrában, ki lehet majd ezeket használni. Ettől függetlenül most a tényleges sebességben nem lehet különbséget érezni. Nagyon gyors mindkét telefon. Illetve azért magának itt ennek az új PowerVR grafikus gyorsítónak a felépítése sem feltétlenül olyan, hogy a régi típusú benchmarkok és játékok adott esetben még lassabbak is lehetnének rajta elméletileg. Az egy más kérdés, hogy annyival gyorsabb már maga a hardware, hogy ezt lassabb biztos, hogy nem lesz, csak mondjuk kevésbé gyors, mint amennyire majd később gyorsabb lehet ő új dolog, mert ennek évek múlva lesz. A feketénél látszik egy kicsit. Jelentősége. Igen. A fény sűrűség, nem fényerő igazából, ez a 4-es érték, ez nagyon kellemes az iPhone 5S kijelzőjénél. Mi 480 pár, nem emlékszem pontosan hány nitet mértünk. Az Apple 500-at mond, amit ugye nem tudtunk elérni, de azért így is elég jó dolog, hogy kicsit hazudtak csak. Viszont kontrasztarányban abszolút nem hazudtak, mert ők 1:1 a 800-hoz tipikus értéket mondtak. Melyet volt az első nagyobb különbség? Igen. Mi pedig több mint 1:1000-hez kontraszt különbséget mértünk. Egyébként a fekete is viszonylag világos az iPhone 5-es kijelzőjénél, 0,4 nites. De maga a csúcsfényerő, a fehér fényerő, az viszont annyira jó, hogy a napfényben való olvashatóság is kimagasló, tehát egyszerűen nagyon jól lehet látni. Tényleg klassz az egész. Na, menjünk át az 5-esre, most ezt az 5C-t rakjuk el, mert nekem kicsit a szemem is bántja, hogy őszinte legyek. Igen, szóval egyébként ez a különbség, tehát direkt az élet így egymás mellé rakva. Ami fontos egyébként, hogy az 5S-e, illetve az 5C vásárlók is, ha jól tudom, az 5C vásárlók is, megkapják ingyenes letöltés az Office, hát irodai csomagják az Apple-nek, ami iWork névre hallgat, ugye Pages, Numbers és a Keynote applikációk, valamint az iMovie és az iPhoto is ingyenesen letölthető. Ez egyébként körülbelül olyan 30-40 dollárnyi alkalmazást jelent, tehát ez egész kedves dolog így az Apple-től. És itt jó appokról beszélünk, tehát ez nem egy ilyen N+1 irodai programcsomag próbálkozás Androidra, felhő hanem alapú. Ez egy... A felhő is tök mindegy, jó kezelni, tehát nagyon jó, én szeretem ezt a programcsaládot. Igen, kezdjük egyébként akkor azzal, ami talán a legfontosabb újítás az iOS 7-ben. Az egyik legfontosabb az a vezérlő pult, vezérlő panel. Innen egyébként, ezt már sokan várták, és innen már vezérelhetjük a zseblámpát, az iránytűt, pontosabban beléphetünk a zseblámpába, iránytűbe, számológépbe és a fényképezőgépbe is. Ugye ez a zseblámpa alkalmazás ez azért sok fejlesztőnek volt fájó pont, hiszen eddig rengetegen fejlesztettek hasonló applikációt az iOS-re, viszont most ezzel az Apple ezeket kilőtte. Van ugye AirDrop, ami a Mac számítógépeknél ismert fájlátviteli megoldás, méghozzá Wi-Fi-n keresztül és elég gyorsan.
tudjuk kontrollálni a zenét, illetve a fényerőt is tudjuk szabályozni, de hozzáférünk még a repülőgép üzemmódhoz, ki és bekapcsoljuk a Wi-Fi-t, a Bluetooth-t, a kijelzőforgatást. A kijelzőforgatást és a ne zavarjanak üzemmódot. Itt nekem egy kicsikét fájó pont, mint ahogy sokan megemlítették, lehet, hogy az Apple lépni fog ezzel kapcsolatban, hogy nem lehet személyre szabni ezt a kis sávot, így kvázi például a mobilnetet ki akarnám kapcsolni, ahhoz továbbra is a beállítások és mobil internet vagy mobiltelefon menüponthoz kellene mennem, csak most a SIM-kártya a másikban van. Szóval ez egy kicsikét fájó pont. Ugye maga az értesítési függöny az is változott, egy kicsikét áttetsző lett, tehát a háttérben lévő tartalmat ilyen homályosan láthatjuk, de bármit be lehet állítani, hogy itt körülbelül mi szerepeljen, van ugye mai nézet, van összes nézet is, van kihagyott nézet is, de egyébként mind a kettő össze, tehát a vezérlőközpont és az értesítési központ is külön beállítás fül tartozik, főleg az értesítési központ az, ami abszolút tese szabható, például az applikációknál, hogy most itt fölüljelenjen meg szalag csíkként, vagy ilyen szalag, mi a nyavajának hívják ezt, szalag hirdetésként, vagy pedig jelzésekként a kijelzőnek a közepén. Ez a két legfontosabb újítás után az iOS 7-nek, az 5S-nek pedig a... Hát azért az iOS 7-nél a teljesen újra gondolt felhasználói felületet, illetve ikonok, flat design, erről szintén ment egy cikk ki nemrég, hogy hogyan működik, hát így néz ki. Ilyet, nagyon sokat animál egyébként a telefon, és szerintem egy picit lassabb most az iOS 7 érzésre pont emiatt, mint a iOS 6 volt, de ezen majd biztos, hogy fognak. Hát, tehát már ahogy most bejön, ott is van animáció, húz föl alulról és indíts el, egy picit mozog a háttér, ha így mozgatja az ember a telefon, is. De mondjuk itt nagyon jól szemlélteti az egészet, hogy így indulnak el az appok, így záródnak be. Frankon néz ki egyébként, meg nincs vele gond, a billentyűzet is szép, van keresés. Most nem balra érjük el a keresést, hanem minden föntről lehúzva, és e-mailtől kezdve minden dologban kereshetünk. De a névjegyzék még mindig nem tudja azt, hogyha elkezdünk írni egy számot, társázóként, ne kezdjél, mert akkor megint minden ismerősünknek a száma kint lesz a neten. Igen, akkor a név szerint, most ennek rohadtsak értelme van, Zsolti, köszi. De így. Na, tehát hogy hiába írom, hogy 1, 2, 3, 4, vagy például... Tehát nem keres rá, tehát ha most magamat meg akarnám és úgy lennék, hogy Csaba, akkor ugye itt már ki kéne, hogy ugorja, de nem ugrunk ki, tehát ezt a feature-t nem tudja az iOS továbbra igen, sem. Igen, ez nekem hiányérzetem, tehát hogy az kellene. Egyébként az nekem egy szintén furcsa dolog, hogy ugye alulról már a feloldás előtt is ezt elő tudjuk húzni. De ezt ki is be lehet kapcsolni. Ja, ezt hiszem. Tehát hogy erre, amit mondtam, hogy van külön beállítás, és ha visszamegyünk, hogy vezérlőközpont, akkor hozzáférés zárulásnál. Na, szuper. Ezt kikapcsoljuk, akkor természetesen innentől kezdve már innen ugyanez nem érhető el. Sehogy na, sem. Vissza a jó kis 5S-hez, ezt meg egy adébüzét csúsztatom, ha? Ugye hát az 5S-nek a vonzereje az új lenyomott olvasóban keresendő. Ugye ez egy teljesen új, de már nem most kitalált megoldás, és telefonokban sem most szerepel ugye először. HTC Sedna, a Balna Security címre hallgató cikkem. De maga a felépítménye egyébként teljesen új az új lenyomat olvasónak, itt nem ez a végighúzom az ujjamat egy sávon megoldáson, hanem gyakorlatilag egy Zafir kristály üveg mögött van egy nagy felbontású kamera, ami hát biztos, hogy nem lát a szövetek alá, pedig Zsoltól ezt hallgatjuk már 3 napja, hogy ez a szövetek alá lát, elvileg, tehát kvázi röntgen. Elvileg olyan arra nem reagál, hogyha egy halott ujjat ide teszünk, tehát mondjuk levágják valakit. Nem tudjuk kipróbálni, az a baj. Hát remélem, hogy nem is fogjuk. Figyelj, nekem van egyébként bűvész műujjam. Hát csak az új lenyomat kéne akkor átni. Van ilyen kamu új lenyomat. Hát nem is kell, eleve hozzáadjuk, mint új lenyomatot, hogy ilyen érzékelje. Ja. Tehát, hogy azt is meg lehet. Ugye az a lényeg, hogy több új lenyomatot hozzá lehet adni, és most meg is mutatom, hogy működik. Egyébként jelkód feloldására is lehet ezt használni, tehát maga a zárót képernyőről a főképernyőre ugrásnál, illetve iTunes-ban és App Store-ban való vásárlásokkor is. Én ezt félig kicsit értelmetlennek találom, mivel ha hosszú ideig nem veszünk a alkalmazást, akkor ugyanúgy kéri a jelszavunkat az App Store, vagyis hiába nyomom oda az újranyomatomat, vagy az ujjamat, akkor ugyanúgy bekerültem a kódot. Ez itt tök jó szerintem, mert viszont minden nap veszünk, a gyerek akkor sem tud venni. Igen, és akkor itt van az újranyomat hozzáadása. Ugye, hát ez már volt az ujjam, szóval mindjárt visszamegyünk. Nekem nem volt még ez. Ez is jó. Tehát hogy az a lényeg, hogy minél többször meg kell érintenünk, ugyanúgy, vagy legalábbis próbáljuk, amennyire csak lehet így szemből megmutatni neki. És majd, hogyha úgy gondolja, hogy jó, amikor minden egyes rész pirossá válik, akkor jön az, hogy váltson fogást, vagy változtasson fogást. Ugye ilyenkor az újnak a
többi részét is nézi. Tehát ugye azért, hogy többféle fogás szerint működjön maga az új lenyomott olvasó. És működik is, tehát az benne jó, hogy akárhogy nyúlunk és hozzá, gyakorlatilag. Most ezért zárjuk le, és nyúlj így nagyon oldalt hozzá. Tehát ugye most így érek hozzá, és nem találja el, király. Hoppá. Most fölötte nyúltál jóval, szerintem az volt a baj. Igen, kicsit ment. De most a másik ujjammal megmutatom akkor, tehát hogyha így nyúlok hozzá, akkor is működik. Hogyha így nyúlok hozzá, akkor is, és hogyha mondjuk hüvelyk ujjal és mondjuk egy telefonfogást én így akarok, akkor is fel fogom oldani. Igen, ezt nagyon jól megcsinálták. Ezen kívül fontos újítás a kamerának a megnövelt szenzor mérete. Továbbra is egy 8 megapixeles BSI szenzorral van dolgunk, de itt azért kicsit okosabb dolognak tűnik, hogy nem a felbontást növelték, hanem a méretet. Tehát jobb minőséget érhetünk el azonos felbontás mellett. 3264x2448. És én bele is akusztam itt a... pixeles körülbelül a felbontása, és ilyen a sebesség. Pontosan. Nem, ami nagyon durva, ezt csak mutatom. Csak kapod ki a valakot. Jó. Váltsunk egy ilyen kamerát. Közben egyébként megvakultam, de... Na, egy pillanat. Tehát a képkészítési sebessége fenomenális ennek a kapcsolat fotóra. Húzd le. Próbálom, de szarakodik, mert elindult. Ja igen, kétféle nagyon fontos feature. Na, itt van Zsolt. És figyeljük ott a számlálót. Látszódik? Valamelyest, hát hogy így... Ez a sorozat felvétel. És így pörög. 100. Tehát, hogy így ez az egyik, a másik... Nem mentél pedig... mindet egyébként a legjobban sikerült fotókat. Visszakapcsolod a lámpát? Nem még, nem? Mert még akarok mutatni még egy dolgot. Az is a kamerát illeti, csak nyilván a filmtekercs, hogy egyébként... Ja, itt vagyunk, bocsánat. Azt mondja, hogy na itt a lassítás. Ugye 120 fps-sel képes fölvenni 720p-ben, és ezt tudjuk eredményként elérni. Most a kamera egy kicsit mint akadozna, de egyébként a telefon maga természetesen nem, és itt az a lényeg, hogy megadhatjuk, hogy mégis hol lassuljon be az adott film. Tehát mondjuk én, ha elkezdem újra, akkor itt ugye belassítom, és itt mentől meg újra 120 fps-sel megy a történet. Ez egyébként egy nagyon kis frankó, meg vicces dolog. Én ezzel hétvégén egész jókat élvezkedtem, tehát hogy így jó videókat lehet ezzel összerakni. Egyébként itt van a, amit kerestünk. Mindegy. A Rayman játék. Szóval... Láthatunk kamerát most már? Hát, láthatunk lényegében. Köszönöm, kapcsolj lámpát, légy. Jó. Köszönöm. Meg kérdésekre rá kéne lesni, hogy... Jó, mindjárt rálesek, még azért el akarom mondani ezt a szenzor méretes dolgot, tehát hogy tök jó kamerája van. Nem a legjobb, tehát most a 10-20-as Nokia-t nyomkodtuk, és az nagyon, nagyon durva. De hát nem akarok erős lenni, mondjuk egy Z1-et szerintem lemos képminőségben, ez 20 megapixel, meg Sony ide vagy oda. Nagyon, nagyon korrektül megcsinálta ezt az Apple. Illetve ez a ledes villanó is, ezt én magam nem próbáltam, de Zsoltra most rá fogok vakúzni. Mondjuk most pont sok fény van. Bent a szobában próbáltam ki, tehát ugye eddig nekem az etalon a Galaxy S4 volt, mint ledes fényerő, ugye nem számítva a 10 utcas Xenon villanót, de egyébként tényleg azt lehet mondani, hogy az iPhone 5-nek a ledje az nem volt elég erős számomra, tehát nálunk van egy hatalmas ilyen aranylag nagynak mondható hall, illetve nappali egyben, és ez körülbelül mennyi egy hatalmas jelzőt, én nem akartam mondani rá arra azért... 20 négyzetméteres hallra, de jó, de azt mondom, hogy így egyben van nyitva. Ja, a nappalival együtt mondjuk lehet, hogy van 40. És úgy elég messze. Már focipálya méret. Már, mert ezt lehet is focizni, csak szövet labdával. És így kip szoktam próbálni általában, hogy a vakó az meddig bírja, meddig lát el, meddig bírja megvilágítani a környezetet. És azt lehet mondani, hogy ez a dupla ledes villanó azért tényleg nagyon nagy hordalejű. Tehát igazából messze meg tudja világítani a részleteket. Ez nagyjából azt jelenti, hogy én szerintem egy 3-4 méterre még leván lehet használni. Figyelj, valaki kérte, küldj már egy fájt airdropon egyikről a másikra, tehát menj fel a wifi-re. Addig én elkezdem olvasni a kérdéseket és válaszolom. Megéri a 330 ezeret, hát ha úgy érzi valaki, akkor nyugodtan vegye meg.
330 ezeret nem ér meg, ez most akárki akármit mond. Ennyit egyszerűen egy telefon se ér meg. Tehát, hogy 330 ezer forint egy telefonér, azért ott még nem tartunk fejlettségbe, hogy tényleg annyira drága legyen egy mobil készülék, hogy annyit kifizessen bárki. Az ilyen extra nem bírok magammal emberek, akik tényleg most akarják megvenni a legújabb készülékeket, főleg iPhone készülékeket, azok ki fogják fizetni, sőt már ki is fizették. Ez az összeget is biztos vagyok benne, de egyébként nem hiszem, hogy megéri bármelyik készülék is a 300 fölötti árat. Megállt a kép így, úgy tűnik. Mikor? Hát egy jó negyed órája. Nézzünk már vissza egy pillanat, várjál, ne lézd le. És utána följebb, nem mindenki járt meg. Valaki jelezzen, nézi vissza legfelőre, hogy fölőre néz, hogy most így működünk, vagy így élünk, vagy csak valakinél állt meg, mert nem biztos, mert itt azért... Jó, minden okjának tűnik. Jó, majd megijedtünk. Egyébként, hogy... De nálunk, én néztem közben, ugye én mindig látom, hogy van-e itt adatfolyam, és van. Igen. Elvileg. Igen. Hogy tetszik neked az iOS 7 kérdezték? Nekem bejön, szép. Én igazából úgy vagyok vele, hogy ezek az újítások nekem kellettek. Az iOS az én véleményem szerint, tehát hogy ezek pont azok a dolgok, amik már több éve benne kéne, hogy legyenek. Én megbarátkoztam az iOS 7-tel, de mondjuk az egyik nagyon kedves ismerősöm rám írt rögtön iMessage-en keresztül, hogy mi ez a gyerekes felület, hogy ezt ő nem bírja elviselni, és neki ez nem tetszik. Tehát még mindig van tábor és ellentábor. Én azt mondom, hogy megszokható, de ugyanezt a funkcionalitást mondjuk az előző felülettel én jobban elfogadtam volna egy fokkal, de ez is jó. Tehát igazából az animációk tetszenek, de éppen ezért volt a kezemben már 4, iPhone 4, iPhone 4-es, most az a 5C, illetve az 5S is. Hát sebességben egyértelmű különbségek vannak, főleg a 4 és a 4-es között. A 4-en már azért akadozik ez a rendszer, hiába támogatott még az a telefon. Viszont az 5S-en pedig tényleg csodálatosan fut hibátlanul, de az 5C, illetve az iPhone 5 modellek tulajdonosai sem fognak bánkódni, ebben biztos vagyok. Mik a kérdés? Na, nincs kérdés, mert anyáztak minket a kollégák, hogy nem nézünk rá a fórumra. Hát benne voltunk, tehát mi a végén terveztünk válaszolni, de most akkor... igen, aksi idő, nagyon masszív húzás mellett az iPhone 5S az kibír egy napot. Igen, nekem úgy volt, hogy reggel 9 órakor levettem a töltőről, egész nap fotóztam, böngésztem, játszottam, mindent csináltam, és mondjuk így éjfélkor volt 1%-on a telefon, de ez nagyon-nagyon durva használat, be volt kapcsolva a Wi-Fi, a 3G, a Bluetooth, tehát igazából másfél, még akár két napot is kibír szerintem egy átlag felhasználó kezében, holott ugye 1560 mAh az akkumulátor, tehát nem az Androidoknál megszokott 3000 mAh, hanem annál jóval kevesebb, viszont ettől függetlenül ez egy olyan 80%-os fényerőn való használatot jelent, és tényleg állandó nyomkodás, ez volt egy nap. Na, AirDrop tesztet próbálok közben. Van itt egy kérdés, hogy a 120 FPS-en nagyon nagyok lesznek a videók. Nagyobbak lesznek nyilván, mint a 30 FPS-en lennek, de azért az, hogy 720p-ben van... Igen, nem szignifikáns, vagy nem egy ilyen... Hát nem markáns a különbség ebben sem. Mondjuk úgy, hogy egy átlagos 50 megabájtos videó mondjuk 70 körülbelül, tehát hogy igazából nem dupla, nem is tripla, nem ilyesmi, pont azért, mert ugye az alapvideó 720 Full HD felbontásban, tehát alapvideót 1080p-ben veszi fel a telefon, a 120 FPS-es verziót pedig 720p-ben, tehát ott eleve... Miért nem működik az AirDrop pedig? Küldj át valamit, egy képet. Nem, próbáltam, de hát mondjuk másik netre. Addig megnézem, hogy milyen kérdések vannak még. Még azt akartam hozzátenni, hogy viszont a lejátszása ezeknek a 120 FPS-es cuccoknak nem annyira triviális, tehát egy ilyen BS player nem nagyon kezd vele semmit. Note 3-at a héten kapunk, és Gear-t is, és ha mindent megkaptunk, akkor jön majd egy olyan kamera összehasonlító tesz, hogy iPhone 5S, Note 3, S4, 1020, P6, 808, Huawei P6, 1020, 808 is benne lesz. Persze, hát az ja. jobb, mint a 10, tehát az a referencia. Jobbnak tűnik egyébként, mint a 1020, tehát valahogy a 1020, de a 808-nak kicsit jobb a rajzolata, ott hiszen nagyobb és összetettebb lencse van szerintem. Na,
Milyen kérdésem még? Tegyetek fel kérdéseket. Igen, bár nagyjából szerintem azért mindent elmondtunk. Most mondjuk egy kidobot, vagy így? Na, ezt az AirDrop felküldést továbbra is megpróbálom. Váltsál egy kamerát, vagy... Váltok én. Na. Jó. Akkor húzzuk föl, elvileg be van kapcsolva AirDrop mindenki. AirDrop mindenki. És akkor valami képet, ha megserelsz, akkor elvileg jónak kéne lenni. Ott van például az a csodálatos felvétel rólad. És ott elvileg automatikusan meg kéne, hogy jelenjenek az emberek. De nyomja rá a megosztásra ott? Szóval ez egy annyira most nem működik. Igen, én számítógép és telefon között próbáltam ugyanezt a játékot eljátszani, és akkor sem. Ah, várjál csak, megtalálta. Jó. Figyeld. Jó, de gyönyörű. És el is tudom fogadni. Szóval hát akkor... Több mint vidámság. Igen, kicsit lassacskán. Ki ez? Mikor fog az ára stabilizálni 180 környékére? Hát az 5S-nek majd 3 év múlva, az 5C-nek meg fél év múlva. Ha megnézitek az iPhone 5-öt, akkor még most is, hát hogy is állunk, valami 140 ezer forint a használt ára gyárulag függetlenül, holott azért már egy év eltelt a kiadása óta, és még mindig ott tartunk. És nyilván az 5C sem nyomta le az árát, illetve az 5S sem, mivel mind a kettő 200 fölötti árcédulát jelent. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy nagyon sok idő lesz az, mire ezeknek a készüléknek az ára, főleg az 5S-nek az ára lejjebb fog esni. Igen. Mi 5C-t nem vennénk 5S ellenében, mert ha már valaki ennyit telefonra költ, akkor még hozzárakhatja azt a... És 5C-t sem vennénk 5 ellenében, aki mondjuk igen. A színekre nagyon izgul, az mindenképpen ezt kell, hogy választa. 5C-t nem vennénk, gyakorlatilag ez a konklúzió, vagy ha színes telefont akarunk, akkor egy 10-20-es Lumia, mert az viszont nagyon egyben van. Most és hát nagyon, nagyon sipákolt annak idején a Nokia, hogy hát ezt a tudást csak ebben a méretben lehet megcsinálni, és akkor az a féltégle régi PureViews, hát ehhez képest ezt meg tudták kisebb méretben jobbra csinálni sokkal, úgyhogy vagy ennyit fejlődött a technológia egy év alatt, vagy csak nem a megfelelő módon igen. Próbálkoztak. Mindenesetre a színes telefonból mi nem 5C-t vennénk, egyszerűen ez túl drága, nem tud jobbat, és nagyon csúszik. Tehát tényleg most valaki rákérdezett, nem győzöm hangsúlyozni, hogy nagyon csúszik. Tehát én nem nagyon ejtek ki telefont, értem, mert egyszer ejtettem el telefonthoz, és a sajátom volt, nem teszt. És ez ahhoz képest nagyon az a tényleg az ember fejeznék. És ha próbálja fölvenni, akkor is így csúszkál a kezében nagyon könnyedén. Én azt mondom, hogy tényleg, ha egy ilyen tudású telefonra vágynék, akkor iPhone-ból, akkor iPhone 5, ez nem kérdés. Ha pedig a csúcsot akarnám, akkor nincs más választásom, mint az 5S, de még a 4S-re is azt lehet mondani, hogy még azért elfutós rajta az iOS 7, tehát azzal azért nincsen probléma. Hát most már, tehát én szerintem ez az iOS 7 egy olyan irány mutatott az Apple-nek animáció terén, ami kicsit megnehezíti szerintem a régebbi készülékek támogatottságát. Ugye a 3G-es az most szűnt meg létezni körülbelül az Apple-nek a szemében, az iOS 6-nak a legutolsó verziója is még megjelent iPhone 3G-esre, viszont tényleg ez már hardware-es képességekkel, hát képességeket is igényel ez az iOS 7, és az iPhone 4 is egy picikét küzdöget már vele. Meglátjuk. Hát most igazából ugyanez a felület lesz, ebben biztos vagyok az iOS 8-ban is, csak egy picike módosítással, tehát marad minden a régiben, én szerintem a következő rendszernél is, nyilván majd az új iPhone az elvileg, hogyha az eddigi trendeket nézzük, akkor jelentős újításon. Na, Kila szempült most nem nyomunk, de hát el tudja vinni a mint ahogy a Full HD-t is, igen. De nem próbáltuk még, de majd a cikkbe kipróbáljuk. A Kira szempel az nem 4K. Nem 4K a Kira szempel? Az nem 4K, a 4K az... Az a madaras a Kira szempel? Az biztos, hogy elveszél. Igen, az biztos, hogy nem gond. Na, az AirDrop meg a Bluetooth az nem. Tehát a Bluetooth 2.x-nek a protokollja, most Andris fejleszte le appokat, az akkora kínszenvedős. Tényleg belenéztem ott a kódba, hogy hogyan kéne ott írkálni. Maga a kapcsolódás is olyan rohadt összetett, azért az AirDrop egy sokkal előre mutatóbb dolog, mi egyébként napi szinten használjuk, tehát ha meg kell küldeni egy 200 megás fájlt, akkor nem vacakolunk itt FTP-vel meg pendrive-val, AirDropon átdobjuk. Szerintem nagyon rendben van.
Kiva szempült akkor most nem mutatunk. A kamera szoftver miben változott? Hát van HDR mód, panoráma szoftver, lehet filtereket használni, van 8 darab, a 9. az az, hogy nincs filter. De ugye ez is fontos, hogy az 5C, illetve az 5S modellnél élőképben láthatjuk, a 4S-nél utólag tudjuk a filtereket hozzáadni, iPhone 4 esetében, vagy iPad készülékek esetében viszont el sem érhető ez a funkció. Tehát egyébként meg iPad retinánál sem? Nem, egyáltalán nem. Ami fontos, hogy az iOS 7 rendszerbemutató meg fog jelenni szerdán, valószínűleg az 5S cikkel egyidejűleg, és abban ugyanezek ki lesznek elemezve, illetve lesz is egy ilyen kép, kvázi táblázat arról, hogy mely készülékek milyen funkcióval lesznek ellátva. Tehát igazából hiába jelent meg az iOS 7 például iPhone 4-re, vagy 5. generációs iPod Touch-ra, illetve iPad 2-re, minire, ettől függetlenül nem minden funkció lesz elérhető minden készülékre. Ezt majd fontos szem előtt tartani, az új lenyomatolvas egyértelműen csak az 5-esnek a privilégiuma, de az AirDrop is például csak iPhone 5 és annak újabb készülékeknél lesz alkalmazható. Valaki kérdezett Navit, nem kirakom rendesen. Az Apple Maps hát így néz ki, tud navigációt, magyarul is képes beszélni, tehát hál' Istennek azt is tudja, viszont továbbra sem elérhetők a tömegközlekedéssel kapcsolatos információk, ehhez egy külön mondjuk Google Maps vagy más program szükséges. Egyébként, hogyha most itt megnézzük fölülről, és mondjuk beütünk, nem tudom, egy másik címet, tudom is én, akkor ezt ugye ki tudja adni, és el is kezdhetünk navigálni. Ezzel természetesen semmi gond nincsen. Ja, szóval a Siri már tud angolul. Már angolul férfiú, szóval férfi nyelvű is tud. Férfiul is tud a Siri, tehát hál' Istennek. Viszont ilyen 3D-s nézet az egyedül csak ilyen nagyobb városokban, Európában, illetve amerikai városokban látható. Gondolok én most itt, ha visszamegyünk, akkor Berlinre. Pont egyébként azt néztem, az továbbra is megvan, de ez ugye az iOS 6-tal jött már. Szóval ez nem iOS függő, hanem ez Apple Maps függő. Igen, és hogyha most beütjük, hogy Berlin, akkor ez még gyorsan már, hogyha Berlin, Deutschland, és akkor itt majd mindjárt bejebb megyünk. Ezt elegánsan csináltad. Ugye? És itt látszik a 3D-s nézet. Ami egyébként nagyon dögös, még mindig. Nagyon jól néz ki, ugye itt van. TV-torony. TV-torony, mindig ez így. Kicsit retek, de... Kicsit fura, de el lehet arra furolni egy kicsit, figyelj. Egy jövőre felmegyünk, Zsolti. Igen. Idén ez kimaradt sajnos olyan sorát, hogy komolyan mondom, a fél nap elment volna vele. Szóval ez továbbra is tud navigálni, és viszont ha tömegközlekedni akarunk, akkor földobja először azokat a programokat, amik a telefonon vannak, tehát ezt már automatikusan fölismeri, rögtön adja a Waze, illetve a Google Maps alternatívákat. Na. Aztán ennyi. Jó, nagyon rajta vagyunk már az új adásgép beszerzésén, hogy ne ezt a zúgást kelljen hallgatnotok, ami gondolom, hogy duplán megterhelő volt, úgyhogy kép sem volt, bár igazából, ha most megnézem az élőképet, hogy nézünk ki képen, akkor lehet, hogy igazából inkább áldás volt. Minden esetre egy utolsó frissítést a fórumra megejtünk. Na, a Navin abszolút túl vagyunk. Micsoda, iPhone 4-en... Nem, be kell kapcsolni a HDR módot külön. Itt valaki azt mondja, hogy iPhone 4-nél is utólag elérhető a filter. Én úgy olvastam, hogy filter. Nem, de majd ezt akkor ellenőrizzük. Jó, lesz YouTube-on adás. Föl is rakjuk Berlin most. Már nem, Antarktiszon van. HD adás, mikor vártó válaszoltam, hát nem szeretek ha ígérnem kéne, azt mondanám, hogy idén, ha viszont reálisan nézzük, akkor októberben, tehát egy hónap múlva már sanszosan új adás gépről, normális hanggal, HD-ben, igen, ez mosolyogva. Nagyon reméljük és nagyon is kell most már a mobilen a tévébe, azt mondja, hogy van-e még valami. A menügombot be lehet nyomni az 5-esen, tehát ugyanúgy gomb funkciója van és kvázi kétállású. Az egy év garancia az Apple-nél továbbra is adott, és igen, akkor... Igen, erre kíváncsi leszek, hogy az új lenyomat olvasva mennyibe fog kerülni. És nem tudjuk, hogy mennyire karcolni, nem próbáltuk megkarcolni. Van még? AirDroppal elvileg mindent át tudunk küldeni, mert ez ugyanolyan share, mint ha akármi másba sharenénk, tehát a share menübe épül be, és mindent át lehet vele küldeni, amit sharenünk. Az akkuidő nem lett sokkal jobb, de rendben van. Ennyi.
Ennyi. Tudod, van még valami? Nem igazából, most én azt nézem, hogy ebben nem biztos, hogy egyetértek veled. Hát de zenét nem tudsz serelni. Igen, hát azért mondom, hogy mindent. De Office Fight tudsz. A mindent. Hát mindent, aminél van share menü, hát az Apple ezeket a DRM-es dolgokat. És csak iPhone-ok, illetve Mac-ek között tudjuk ezt elérni. Ja. Jó, én szerintem ennyi elég is volt, lesz mind a kettőről részletes teszt, lesz iOS 7 rendszerben mutató minden egyes programmal, amit már eddig mindenki ismert az iOS-nél, de azért mivel másképp néz ki. Zsolt nagy élvezettel írta egész nap, mormogat közben. Nekem az a probléma, hogy tényleg hiába szeretem az iOS-t, az, hogy most minden egy picit szebb vagy csúnyább. És egy új cikket kell írni, hát ilyen kemény az élet a mobil arénánál. Na, Zsolti, nagyon durva. Na, köszönjük mindenkinek, aki minket választott ma is, minden jót, szerdán, jövő hétfőn lesz 10-20 az adásban, igen, de szerdán nem tudom, mi lesz. Én se, de most ma de egyébként, szerintem... Na azért elmondjuk még a cikkmenetet, bocsánat, szóval drágok, szerdán iOS 7 és iPhone 5, csütörtökön 5S, igen, csütörtökön valami akai mókát, rakunk ki, fantasztikus, az a 409-es androidos, ugye? Így van, amikor dobozán 409 volt, azt mondtam. Péntek... Lehet, hogy 5C. Pénteken lehet, hogy egy 5C ki tud már menni, illetve ha netán valami csoda folytán mondjuk holnap megkapnánk, de nem reálisabb, tehát 10-20 fog kimenni hétfőn vagy kedden, illetve Note 3 plusz Gear is hétfőn vagy kedden, nyilván akkor, amikor nem a Nokia megy ki. Van nálunk egy Z30-os BlackBerry, de kicsit protós, úgyhogy én hiába használom már csütörtök óta, nem tudnék róla írni, elkezdem, de még a hangminősége nem az igazi, a szoftver sem biztos, hogy végleges, meg a hardware sem, úgyhogy amint abból kapunk egy végleges, de valamikor jövő héten az is várható. Hát ezt szerintem bőven elég már az elkövetkező egy hétre, hogy bemutassuk, hogy azért elég kemény legények lesznek itt. Igen, és... holnap G2. És igazából ennyi, majd utána jelzünk a következő adásokban, hogy mik lesznek. De szerintem miről lesz adás, aztán nem tudom. Nem. Lehet egyébként, hogy a 10-20 bele fog férni. De ha most nézzétek, most lesz a kettőt, ami ma volt. Igen, ami igen. Kevés. Jó, oké. Szép estét. Sziasztok. Szép estét.